Az egész fővárosban egy jelentős kérdés, a jövő kérdése egyelőre, hogy hogyan oldják majd meg az úgynevezett dugódíjat, amely Európai Uniós kötelezettsége a fővárosnak, hiszen a 4-es metró építésének az egyik feltétele volt az Európai Unió részéről, legalábbis ami a támogatást illeti, hogy valamikor majd vezessenek be egy ilyen intézményt, vagyis a dugódíjat a fővárosban. Vita az rengeteg van, kételkedés is rengeteg van, vélemény is sokféle van a dugódíj kapcsán, és nem csak a belkerületeket érinti a dolog, hanem olyan külterületeket is, mint Soroksár, hiszen, hogyha a dugódíj miatt esetleg egyre többen szeretnék majd, ha ez bevezetődik, kint hagyni valahol a városon, belvároson kívül az autójukat, az nyilvánvaló a külsőbb kerületeknek nagy terhelést jelent, úgyhogy vélemény akad bőven. Önnek, alpolgármester úr, mi a véleménye erről? Azt kell, hogy mondjam, hogy Soroksár parkolási szempontból már így is leterhelt. Értem ezt elsősorban a Hősök tere és környéke. Ugye azok az olyan csomópontok, ahol a tömegközlekedésre ugye megvan a lehetőség az átszállásra, illetve hát indulnak az emberek. Az agglomerációból, főleg itt most a déli, tehát Soroksár déli agglomerációs övezetéről beszélek, már most is jelentős az a gépjármű forgalom, ami reggel megérkezik, leparkol, ahol tud, mert ugye tulajdonképpen kimondott P plusz R parkolók nincsenek kiépítve, de mindenképpen leparkol. Soroksáron ugye parkolási díj nincsen, tehát olyan költség az, ami pluszt jelentene az adott autósnak, ez nem jelentkezik nála, még ellenben a belsőbb, hogyha minél jobban ugye a belváros felé halad, ott már megjelennek ezek a költségek. Nálunk kényelmesen le tudja tenni az autóját, felszáll a valamelyik tömegközlekedési eszközre, és kényelmesen elmegy dolgozni, illetve hazajön. Ugye, és ami óriási probléma, hogy parkolóhelyeket vesznek el a helyiektől, akik mondjuk a napközbeni problémájukat, feladatokat, dolgukat intéznék, azoknak van elsősorban ebből problémájuk. Én azt gondolom, ez egy nagyon komplex feladat lesz, hogyha ez a dugódíj bevezetésre kerül, mert akkor még inkább egy plusz terhelést fog jelenteni, de nem csak Soroksárra, hanem az összes olyan peremkerületre, Budapest főváros területén belül, akik szembesülnek ezzel a problémával. Ezeket meg kell oldani. Hogyha egy kicsit Pest megyére megyek rá, ott már látjuk a jeleket, Dunaharasztin is építettek P plusz R parkolót, Dunavarsányban is építettek egy elég nagy P plusz R parkolót, de azok oda, ott még nincs akkora, főleg itt a Varsányra gondolok, mert ott direkt elmentem, én ezt megnéztem, hogy hol vannak azok a puffer kapacitások parkoló szempontjából, de az emberek szeretnek azért már Budapesten parkolni, és hát Soroksár az első, hogyha megnézzük, hogy aki délről érkezik. A másik, ami ezzel kapcsolatos, lenne ennek területek, tehát ott a MÁV területén, a MÁV állomás körül, ott vannak olyan szabad területek, ahol ki lehetne alakítani ilyen parkolókat, de azt gondolom, hogy nincsen erre ma hiteles számunk, vagy pontos számunk, hogy mekkora terhet is jelentene ez most, akár autódarab számra, ami az agglomerációból érkezik. Becslések vannak, de pontos számok nincsenek, így pedig nagyon nehéz lesz, azt gondolom, hogy ezt pontosan megtervezzük. Ezek az elővárosi vasútvonal, ugye mint olyan, ez lenne a funkció, ami kiválthatná például Soroksáron valamilyen szinten a hévet. A hév is egy olyan része, ami ugye a tömegközlekedés szempontjából nagyon fontos, de hát egy óriási terhelést jelent a főútunkra is. Tehát ott is jó lenne, hogy egy picit átstruktúrálnák, átgondolnák, hogy mert ugye a hév és a vasút közt azért olyan örült távolság nincsen, hogy esetleg azt a forgalmat
és itt most nem autóforgalomra gondolok, hanem azok, akik ugye az agglomerációból járnak a városba dolgozni, hogy inkább egy picit már az elővárosi vasútot fejlesztve használnák azt a pályát, és nem tudom, mert akkor a vasútvonalán lehetne inkább a Pér plusz parkolókat kialakítani, de hát ez az igazság, hogy ez Soroksár töri a fejét, de ez nem a mi kompetenciánk, hogy ezt maximálisan meg tudjuk oldani. Úgyhogy még hallunk erről a témakörről, mint ahogy hallottunk a témakörről nemrégiben a Soroksáron, az önkormányzatiság, a rendszerváltás utáni önkormányzatiság 400. évfordulója alkalmából rendezett szakmai konferencián, úgyhogy ez a részlet következik. Nem vagyok biztos abban, hogy az ön szakterületéhez tartozik, bár rengeteg mindenhez ért, úgyhogy ha véletlenül nem, akkor legyen kedve csak egyszerűen jelezni ezt, de a készülő dugódíjról önkormányzati irányítási szempontból mit gondol? Hát erről azt tudom mondani, hogy annyi mindenhez nem értek, hogy az szinte sokoldalúság. Hát ehhez se értek, de véleményem van róla. Az M4-es metró kapcsán volt egy kiegészítő megállapodás abban a támogatási szerződésben, amelyet akkor az akkori helyi kormányzat és kormányzat vállalt föl, mely arról szólt, hogy az M4-es bevezetésével párhuzamosan részben amiatt, hogy a polgárokat arra szoktassák, hogy az M4-et minél jobban használják, részben pedig környezetvédelmi okokból be kell vezetni a dugódíjat. Ez tehát egy szerződésben vállalt kötelezettség, amelyet az Európai Unió most meg különösen számon kér, amikor lejár az a tervezési időszak, amikor el kell számolnunk a felhasznált pénzekkel. És itt ugyan nem egy felhasznált pénzről van szó, de a felhasznált pénz feltételeként egy feltételről. De ahhoz, hogy erről a fővárosban bárki dönthessen, mert azt szeretnénk, hogy a főváros dönthessen erről, ahhoz mindenképpen törvénynek kell születnie. Volt már egy ilyen kísérlet korábban, amikor mi javasoltuk, hogy szülessen egy külön törvény, amely lehetővé teszi a nagyvárosokban, nem csak Budapesten, a dugódíj vagy úthasználati díj bevezetését London mintájára, ahol szintén bevezettek ilyet, elsősorban azért, hogy a belváros forgalmát csillapítsák, és amennyire lehet, arra szoktassák az embereket, hogy az autójukat P+R parkolókban tegyék le, és használják a közösségi közlekedést. Nos, ennek a feltétele még nincs meg, tehát főpolgármester úr kezdeményezte újra, hogy szülessen egy törvény, ami felhatalmazást ad a fővárosnak erre, amelyben meghatározhatja azt is, hogy mely területeket érint ez, meghatározhatja a fővárosi közgyűlés, hogy milyen mértékű díjat kell fizetni, azt is, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és persze van ezen a jogi feltételen kívül másról is szó, mert itt az előbb említettem a P+R parkolókat, tehát ha nem teszem lehetővé valakinek, hogy alternatívaként az autója helyett használja a közösségi közlekedést, vagyis nem hozok létre P+R parkolókat, akkor nagy valószínűséggel ennek a feltételeinek nem tudok megfelelni. Van egy kidolgozott terv a Városházán és a BKK-ban, amelyik azt mondja, hogy még további legalább 20 000 férőhelyes parkolórendszert, P+R parkolórendszert ki kell építeni a város különféle pontjain. Ehhez azonban forrás kell. Ezt mi beraktuk a következő tervidőszak fejlesztési elképzeléseibe, de nyilván egyszerre az elefántot felfalni nem lehet, tehát ezért a dugódíj bevezetését én is csak fokozatosan tudom elképzelni, amennyiben a jogi és amennyiben a infrastruktúrális feltételei ennek megvannak. Képviselő úr, rengeteg minden elhangzott itt a magyarországi önkormányzati törvény fejlődése kapcsán. Visszatekinthettünk 2,5 évtizedre. Most, amikor szintén ugye érvényben van egy törvény, és olyan jelentős változások is készülőben vannak, mint például a fővárosi dugódíj, akkor ön hogy értékeli a saját szakmai szempontból, mint városfejlesztő szakember, meg politikai szempontból a helyzetet?
Ugye valóban érdekes volt a eddig elhangzott előadás. Nekem, mint terület és településfejlesztő geográfusnak ez különösen érdekes. Egyrészt hallgatóként is már ilyenekről tanultam, meg aztán szakemberként is foglalkoztam ilyen várospolitikai kérdésekkel, illetve ilyen közigazgatás szervezési kérdésekkel. És ráadásul azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy folyamatosan visszaemlékezzünk arra, hogy az elmúlt 25 évben miért és hogyan alakult át a főváros irányítási, önkormányzati rendszere, hiszen hogyha ismerjük a múltat, valószínűleg csak akkor fogunk jó válaszokat adni a felmerülő problémákra, és akkor tudjuk csak megfelelő irányba terelgetni a városnak a fejlődését. És bizonyos értelemben valóban a Dugóti is egy ilyen kardinális kérdés ebben a rendszerben, mert ugye a mostani önkormányzati rendszerben, amikor nagyon erős kerületi önkormányzatok vannak, és egy viszonylag gyengébb fővárosi önkormányzat, akkor megint ugye egy érdekütközés van már a két szint között is, hiszen nyilván a kerületi önkormányzatok inkább próbálnának szabadulni a Dugódi bevezetésétől, míg a fővárosi önkormányzat részben egy korábbi szerződési kötelem miatt, amit ugye az Európai Unióval a 4-es metró fejlesztése ügyében aláírtunk, pedig ugye szeretné bevezetni, mert egyébként, ha meg nem lesz bevezetve valamilyen Dugódi, akkor attól félnek, hogy vissza kell fizetni az uniótól kapott támogatás egy részét. Plusz még ehhez ugye a parlamentnek is meg kell tennie a magáit, hiszen törvényalkotásra van szükség, nem igaz? Igen, hiszen ugye korábban voltak éppen egy olyan szabályozás született, ami tiltja a jelen pillanatban a Dugódi bevezetését. Tehát valóban a kérdés az bonyolult. Itt csak az a probléma, hogy ez a kérdés már évek óta napirenden van. Pontosan lehetett azt tudni az elmúlt 5-10 évben, hogy ezt a kérdést meg kell oldani. Tehát erre fel kellett volna készülni, a megfelelő tárgyalási fordulókat le kellett volna folytatni, a lakossággal el kellett volna kezdeni egy egyeztetést abban az ügyben, hogy miért van szükség Dugódira, milyen technikai megoldás mellett van erre szükség, és milyen díjtételek mellett van erre szükség. Ugye ezt figyelembe kell venni, hogy a közlekedési szakmában általánosan elfogadott nézet, hogy a Dugódi az egy forgalomszervezési eszköz. Tehát csak és kizárólag pénzbehajtásra nem alkalmazható, mert ha adót csinálunk belőle, abból olyan felháborodás lesz, ami kezelhetetlen. Tehát egy végső eszköze a forgalomszabályozásnak, hogyha a belvárosokban már nagyon nem lehet közlekedni, és már önmagában a parkolási díj nem teszi azt lehetővé, hogy találjunk szabad parkolóhelyet, hiszen a parkolási díj is csak azért kerül bevezetésre egy nagyvárosban, hogy rövid ideig parkoljanak az emberek egy helyen, gyorsan menjen tovább, tehát szabaduljanak fel folyamatosan a parkolóhelyek. Így is egyébként a forgalomban lévő autóknak egy adott pillanatban a 30% azért van mozgásban, mert éppen parkolóhelyet keres. De hogyha még inkább megnő a forgalom, akkor jön egy végső eszközként ugye a Dugódi. Erre számtalan nemzetközi példa van, vagy sorompókkal lezárják a belvárosokat, vagy valamilyen kamerás vagy műholdas rendszerrel ellenőrzik a belvárosban, vagy belvárosba behajtó autókat, és nekik napi szinten valamilyen díjat kell ezért fizetni. Ugye így próbálják meg gyakorlatilag eltüntetni az autók egy részét a belvárosból, és akkor a fizető zóna határán át kell őket ültetni tömegközlekedésre, metróra, villamosra, buszra, hogy azzal menjenek be a belvárosba. A jelenlegi rendszer az azért problémás, hogy ez a jelenlegi elképzelés, amit a Tarlós István bevezetett, és egyelőre úgy néz ki, hogy a Fidesz fővárosi képviselője által mintha támogatni jelölt ötlet lenne, vagy támogatandó ötlet lenne, mert ez egy egyértelmű adó kivetés lenne, az az elképzelés, hogy egy fix összeget fizessenek be éves szinten az autó tulajdonosok, teljesen függetlenül attól, hogy ők Csepelen, Soroksáron, Újpalotán vagy éppen a Lipótvárosban élnek, és akkor ezzel el van rendezve a dolog. De ezzel nem oldjuk meg azt a problémát, amiért a Dugódiat eredetileg a szakemberek kitalálták, hogy ez egy forgalomszervezési eszköz, aminek az a célja, hogy könnyebben tudjunk közlekedni. Itt most csak arról van szó, hogy egy újabb sápot vezessünk be, amivel bevétel képződik, plusz, hogy levédjük a hátunkat az Európai Unióval szembe. De ennek nem ez kellene, hogy legyen a célja, hanem az, hogy jobban, gyorsabban, kényelmesebben tudjunk közlekedni.